más tömegpusztító fegyverek hatásai, bármennyire is súlyosak, lehet, sőt, eredményesen lehet ellenük védekezni. Ennek előfeltétele azonban, hogy mindenki ismerje meg a védekezés rendszabályait, eszközeit és módszereit. A védekezés előfeltételeit már békében biztosítani kell, de gyakorlati megvalósításukra csak a háború kirobbanása előtt vagy a háborúban kerül sor. A védekezés egyik módszere a megelőző védelem. A gyakorlati felkészítés feladatait, a megelőző védelmet, a kitelepítés elrendelése után a közvetlen veszélyt megelőző légiriadó elrendelése előtt hajtják végre az állampolgárok. Ennek célja a béke időszakban elsajátított ismeretek birtokában gyakorlatilag felkészülni a védekezésre. A megelőző polgári védelmi feladatok legfontosabb objektuma a lakóház. A házat a padlástól a pincéig elő kell készíteni a védelemre. Első lépésként az udvarról, a folyosókról, a lépcsőházakból, a pincéből és a padlásról távolítsunk el minden gyúlékony anyagot és szemetet. Ezeket szállítsuk a kijelölt gyűjtőhelyre, vagy égessük el. A padlásról elindulva tekintsük át a lakóház további felkészítésének mozdulatait. A kitakarított, lomtalanított padláson a fagerendázatot kenjük be agyagoldattal, vagy 62% meszet, 6% konyhasót és 32% vizet tartalmazó keverékkel. Az így többször bekent fagerendázat tűzállóbbá válik. A padlástérben, lépcsőházban helyezzünk el oltóhomokot, vizet, valamint a tűzoltáshoz szükséges szerszámokat. Lapátot, csákányt, fejszét, tűzcsapót, vödröt, tűrészt. A lakóházak alatt lévő pincéket megfelelő alátámasztással, duccolással és előkészítéssel óvóhelyek kialakíthatjuk át. Az óvóhelynek kiképzett pincét alkalmassá kell tenni a lakók huzamosabb, esetleg napokig tartó ott tartózkodására. Célszerű, ha van a pincében a veszélyjelek vételére tranzisztoros rádió, valamint elsősegélynyújtásra alkalmas egészségügyi láda. Ahol van légtisztító berendezés, ellenőrizzük azok működő képességét. Az óvóhely kulcsát jól látható és könnyen hozzáférhető helyen tartsuk. A következő filmrészletben egy városi család felkészülését mutatjuk be. Bizonyos mértékben minden lakóház nyújt védelmet a radioaktív sugárzás ellen. Egyes házak, főleg a régebbi építésű, vastagabb falúak már jelentős mértékben csökkentik a sugárzást. A védő képességet tovább fokozhatjuk, ha a ház nyílászáró szerkezeteit, az ajtókat és az ablakokat megfelelően tömítjük. A függönyöket szedjük le, és a lakásban lévő egyéb gyúlékony tárgyakkal, ruhákkal, cipőkkel zárjuk el, vagy csomagoljuk ládába. Legfontosabb értékeinkből és személyes használati tárgyainkból állítsunk össze egy úgynevezett riadó csomagot. A csomagban legyen személyenként legalább két váltás könnyen mosható meleg-fehér nemű, több réteges ruházkodást biztosító, könnyű és meleg ruhanemű,
pulóver, kardigán, melegítő, sapka, sál és így tovább. Helyezzük el a csomagban a legfontosabb irataiinkat, értékeinket és pénzünket is. Majd rendezzük át a lakást. A fa és kárpitozott bútorokat húzzuk el az ablakok közeléből az árnyékolt válaszfalakhoz. Ezzel megelőzhetjük, hogy az atomrobbanást követő hő és fénysugárzástól lángra lobbanjanak. A lakásban lévő élelmiszereket is meg kell óvni. A védelem legegyszerűbb módja, ha az élelmiszereket bezárjuk a hűtőszekrénybe. A hűtőgép gumitömítése megbízhatóan zár és véd. A konzervek és a műanyag csomagolású élelmiszerek kellő védelmét már csomagoló anyaguk biztosítja. A vékony papírba csomagolt vagy csomagolatlan élelmiszercikket védelmét viszont házilag saját maguknak kell megoldani. Nem romló élelmiszerekből, konzervekből állítsunk össze egy újabb riadó csomagot is. A család létszámától függően annyi élelmiszert ajánlatos e csomagban előkészíteni, hogy legalább 2-3 napos óvóhelyen való tartózkodáshoz elegendő legyen. A vidéki családoknál a felkészülés célja megegyezik a városi otthonokéval, de a helyi sajátosságoknak megfelelően a tennivaló többrétű. A városi lakóházakhoz hasonlóan kell felkészülni a falusi házakban is. Induljunk ki a lakószobából. Itt is az ablakok, ajtók tömítésével kezdjük a munkát, majd kívülről befedjük a kéményeket. A gáztüzelésű tűzhelyeket készítsük elő arra, hogy veszélyjelzés esetén a gázpalack gyorsan leszerelhető legyen. A leszerelt gázpalackokat olyan helyre célszerű kivinni, ahol még esetleges felrobbanásukkal sem okoznak tüzet. Az élelmiszereket a helyi lehetőségek felhasználásával védjük. Ahol van hűtőgép, ott a hűtőgépbe berakva. Az éléskamrában lévő élelmiszer először csomagoljuk PVC fóliába és jól zárható üvegekbe, edényekbe, majd úgy rakjuk ládába, szekrényekbe. A letakaráshoz, csomagoláshoz PVC fólia hiányában felhasználható zsírpapír vagy több rétegbe hajtott csomagolópapír is. A zöldséget, burgonyát, lisztet, tartósított húsneműket legmegbízhatóbban jól előkészített, szinte légmentesen zárt, száraz pincékben, vermekben tároljuk, védhetjük.
A burgonyát, hagymát, gyümölcsöt fóliával, vagy szükség esetén pokróccal, ruhaneművel letakarjuk, majd homokkal, száraz földdel fedjük be. Már ebben az időben gondoskodni kell a pincék óvóhelyé való átalakításáról, vagy ha ilyen nincs, szükség óvóhelye kijelöléséről. Előkészítő feladataink közül egyik legfontosabb az ivóvíz, illetve a kutak védelme. Minden kutat, csapot, vízforrást védeni kell. Az állatok radioaktív kiszóródás elleni védelmére készítsük elő az istállókat. Az istálló ablakait, ajtóit szorosan lezárva tömíteni kell. Emellett célszerű a használt ajtót belülről még fólia függönnyel is zárni. Az istállóban helyezzünk el több napi etetéshez és itatáshoz elegendő takarmányt és vizet. A felkészülés során gondolnunk kell a takarmány védelmére is. A szalma és szénakazlak fölé szereljünk tetőt, vagy fedjük be műanyagfóliával, erős vitorlavászonnal. A védőfólia alja is zárt legyen. Kövekkel, téglákkal biztosítsuk. Így néz ki egy védelemre jól előkészített falusi porta. Tekintsük át még egyszer az eddigieket. Helyes, ha minden család, mind városban, mind falun, összeállít egy elsősegélynyújtó ládát. Célszerű, ha van a ládában raktapasz, hőmérő, steril géz, vatta, hója, jód, tiszta alkohol, háromszögletű kendő, olló, biztosítótű, lád és fájdalomcsillapítók, szódabikarbóna, hashajtó, szappan és egy elsősegélynyújtó kézikönyv. A radioaktív por és biológiai szennyezés eltávolítására, lemosására tartalékoljunk otthon egy készlet korszerű szintetikus mosószert. A megelőző felkészülés fontos területe az egyéni védőeszközök előkészítése. A legbiztosabb védelmet a gázálarc nyújtja. Nem számíthatunk azonban arra, hogy minden családnál lesz elegendő gázálarc. Ezért az egyéni védőeszközöket házilag előállított szükségvédőeszközökkel kell kiegészíteni. E célra felhasználhatók a műanyag vagy erősebb szövésű ruházati cikkek, orkán, nylon és műanyag esőkabátok, munkaruhák, gumicsizmák, kesztyűk. A bemutatott szükségvédő állarcok házilag könnyen elkészíthető. Szabás mintáikat, elkészítésük módszereit, anyagigényüket a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága által 1970-ben kiadott házilag elkészíthető légzésvédő eszközök című kézikönyv részletesen tartalmazza. Biztosabb védelmet nyújtanak
A különböző típusú ipari respirátorok. A respirátor fél állarc. A belélegzett levegőt megtisztítja a radioaktív portól, és bizonyos mértékben a biológiai harcanyagoktól is. A respirátorok kijelölt szaküzletekben kaphatók. A háborús veszély reálissá válásával mindenütt megindul a lakosság gyorsított ütemű kiképzése, felkészítése. Előre kidolgozott és jóváhagyott tervek alapján, sűrített tantervű kiképzés keretében felkészítik a lakosságot, többek között a rendkívüli viszonyok közötti magatartás, az óvóhelyre levonulás, az óvóhelyen való tartózkodás rendszabályaira, az óvóhelyről való mentés módszereire. Az elsősegély és önsegélynyújtásra, tűzoltásra, romtalanításra, és még sok más szükséges ismeretre. Megkezdődik a lakosság folyamatos tájékoztatása. Rádióban, televízióban sugárzott rendszeres műsor keretében. Újságokban, falragaszokon, röplapokon, emlékeztetőkben ismertetik a polgári védelmi szervek a lakossággal a kialakult helyzetet, a lakosság feladatait és a védelem módszereit, rendszabályait. Filmünkben áttekinthettük a védelem előkészítésével kapcsolatos feladatokat, amelyeket a időben, a veszélyjelzések előtt és szakszerűen alkalmazunk, jelentősen csökkenthetjük a háborús veszteségeket.